Születéshete, közel 3700 gyermek született tavaly a Józsa András oktatókórházban, közeleg a határidő, még több mint 3 milliárd forintnyi összeg van a szép kártyákon. Nemzetközi Vörös Keresztnap, a világnap alkalmából a szervezet tagjainak munkáját is megköszönték. Közel 3700 gyermek született tavaly a Józsa András oktatókórházban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez a magas szám a fejlett kórházi eszközök használatán túl az intézményben dolgozók szakmai felkészültségének is köszönhető, hiszen a szülők megbíznak a kórházban. Ez a harmadik alkalommal megrendezett születéshete rendezvényen hangzott el. Az Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium diákjainak, kismamáknak és a szülészeti osztály dolgozóinak közös műsora nyitotta meg a Születés Hete programot a Józsa András Oktatókórház udvarán. A megnyitó után csoportos látogatás keretein belül tekinthették meg az épületet a leendő kismamák, a felállított standoknál pedig szakemberek válaszoltak minden felmerülő kérdésükre. Én úgy gondolom, hogy egy évben egyszer ki kell nyitni a szülészetet, meg kell mutatni azt, hogy mit csinálunk. Lehet, hogy jobban meg fogják érteni szülőnőink, várandósaink azt, hogy mikor, milyen ellátást kapnak, miért van szükség esetleg egy gépre, miért van szükség esetleg egy befekvésre, és így ők is jobban tudják majd ezt elfogadni, illetve nem egy váratlan helyre fognak kerülni, mert egy olyan ismert számukra, egy ismerős területre, amiről tudják, hogy csak értük van. A kórház ágyszáma 90 darab, amely a szülészeti, nőgyógyászati és terhes patológiai ágyakat jelenti. Az ország legnagyobb szülészeti intézményében jelenleg közel 200 fő dolgozik, közülük több mint 30 orvos. Egy csodálatos csapat van, az országban a legmagasabban képzett szülésznők dolgoznak itt, szinte kizárólag a szülőszobán főiskolai diplomás kollega dolgozik, meg több diplomás kollega, és nagyon-nagyon próbálnak megfelelni, hogy minél boldogabb esemény legyen, és nem csak attól, hogy egészséges baba születik, hanem mint élmény is egy igazi, életre szóló, boldog élmény legyen a babák születése. Tavaly 3657 gyermek született a Józsa András Oktatókórházban, és ez a szám évről évre nő. Ezért is fontos, hogy családbarát szülőszobákat alakítsanak ki. Ez a program idén valósul meg, és része annak a folyamatnak, amelyet évtizedekkel ezelőtt elkezdtek, vagyis hogy kinyitják a szülőszobák ajtaját a családtagok előtt is. Szeretnénk minél otthonosabbá tenni a szülőszobát, de, és itt van egy de, ezt mindig meg szoktam állni, a lehető legnagyobb szakmai, szigorú elvek betartása mellett. Tehát ha bármi szakmai probléma van, akkor ott kinyitom az ajtót, és ott a legmagasabb szintű high-tech gépekkel és műszerekkel és szaktudással rendelkező személyzet, aki el tudja hárítani a problémát. Tehát ezt a kettőt kell valamilyen módon összehangolni. A kórházi körülmények javításán túl a város önkormányzata számos intézkedéssel segíti a gyermekvállalást és felnevelést. 2015-től bevezettük a kelengye támogatást, minden születendő gyermek szociális alapon, illetve a szülő kap 15 000 forintot. A bölcsődéket, óvodákat felújítjuk, ez folyik, azt tervezzük, hogy jövő év végéig az összes, mind a 34 óvoda, ugye a 35. az itt épül, szeptemberben nyílik, azt nem kell még felújítani, és a 9 önkormányzati bölcsőde is teljes felújításon essen át. Időarányosan jól állunk. Nem vezettük be a gondozási díjat a bölcsődékbe, ez önmagában több mint 20 millió forintos pénzügyi tehervállalás az önkormányzat részéről. A születéshetét harmadik alkalommal rendezte meg a Józsa András Oktatókórház. Még mindig több mint 3 milliárd forintnyi összeget veszíthetnek el azok a hazai munkavállalók, akik május végéig nem használják fel a Széchenyi pihenőkártyákra kapott juttatásaikat. A kártyakibocsátók folyamatosan figyelmeztetnek a közelgő határidőre. Ennek lejárta után a fel nem használt összeg automatikusan visszakerül a befizető munkáltatók bankszámláira. A szép kártya 3 zsebet, vagyis 3 alszámlát tartalmaz. A szálláshely szolgáltatás, rekreációs és melegétel alszámlák közül az utóbbi a legnépszerűbb. A belföldi üdülés mellett különböző egészségügyi, szépségápolási, wellness és sportszolgáltatásokat, illetve kulturális és szórakozási lehetőségeket is ki lehet fizetni a kártyával, amelyet évről évre egyre többen vesznek igénybe.
Éves szinten 18-20% a részesedésnek az aránya a szépkártya, tehát a Széchenyi pihenőkártyával történt fizetések, a készpénzes fizetések, az átutalások, illetve a hitelkártyás vagy bankkártyás fizetések esetében. Hogy május 31-én lejár a 2016-os feltöltéseknek az egyenlege, így érezhetően egyre többen használják a szépkártyát. Utána néztünk, mint gasztronómiai szövetség, és az elmúlt hétvégén, a balagásos hétvégén több mint 1,3 milliárd forintot költöttek el a szépkártya tulajdonosok a múlt hétvégén, és ez egyre fokozódik május 31-éig, ami a szerencse a szerencsébe, hogy még azért van egy pünkösdi hosszú hétvége, amelyre felhasználható. A pünkösdi hétvégére a szállásfoglalás forgalma egy átlagos májusi hétvége több mint másfélszerese, a tavalyi pünkösdhöz képest pedig 41%-os növekedést mutat, mondta a televíziónknak a szállás.hu marketing menedzsere. Keresztes Nóra hozzátette, ilyenkor jellemzően többen fizetnek szépkártyával is. Nálunk nagyon szeretnek szépkártyával fizetni a foglalók. Körülbelül egy ilyen 21% fizet ennél a hosszú hétvégénél szépkártyával az adataink szerint, és 40 ezer, illetve 48 ezer forint értékben. Akik viszont nem a szépkártyát választják, mint fizetési eszköz, ők egy picivel kevesebbet költenek, átlagosan elmondható, hogy olyan 42 ezer forint környékén foglalnak ilyenkor. Azt is szoktuk egyébként vizsgálni ilyenkor az adataink szerint, hogy általában két napra szeretnek elutazni a hosszú hétvégéken, főleg ennél a hosszú hétvégénél a magyarok, illetve körülbelül olyan 3,4 fővel, tehát olyan 3 fővel szoktak elutazni. A marketing menedzser hozzátette, már látszik, hogy melyek lesznek idén a legnépszerűbb hazai nyaralási célok. A legtöbben Siófokra, majd Hajdúszoboszlóra és Balatonfüredre készülnek a belföldi nyaralást választók. A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold világnapját 186 országban ünneplik májusban. Idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezvénynek vásárosnamény adott otthont, ahol a világnap alkalmából megköszönték a szervezet tagjainak munkáját. Az ünnepséget kisgyermekgondozási és első segélynyújtó versenyek színesítették. A világban élő körülbelül 7 milliárd ember többsége szinte minden nap valamilyen kapcsolatban van a Vöröskereszttel. Néha talán észrevétlenül is, de egy ismerősünk vagy családtagunk már biztos adott vért, vett részt elsősegély tanfolyamon, vagy látogatta meg önkéntes. A Vöröskereszt világnapját az egész világon május 8-án ünneplik. Ezen a napon a közösség erejét, embertársaink segítőkészségét ünnepeljük. 17 millió, ennyi Vöröskereszt önkéntes és 80 millió tag lép kapcsolatba családokkal, barátokkal világszerte. Magyarországon a szervezetnek 40 ezer önkéntese van. Gurály Elina elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a szám eléri a közel 10 ezeret. Ezen a napon ünnepeljük az alapító Henri Dunant születésnapját. Azért fontos számunkra ez a nap, mert ő volt az az ember, aki elindított egy eszmét, egy mozgalmat, hogy nem hagyunk hátra sérültet sem a csetamezőkön, sem pedig máshol, és ott segítünk, ahol a rászorulókon tudunk. Ezt mindenféle nemzetiségre tekintet nélkül tesszük. A világnapon köszöntik évről évre azokat a Vöröskereszt tagokat és önkénteseket, akik évek óta segítik áldozatos munkájukkal a rászorulókat. Azért vásárosnemény ad most helyszínt ennek a rendezvénynek, mert fontosnak tartjuk, hogy minden évben egy-egy másik területre vigyük el ezt a rangos eseményt, ezt a rangos megyei eseményt, amelyik nem csak itt Szabolcs megyében, hanem az országban is, minden országban, ahol Vöröskereszt működik. Ezen a napon ismerjük el azokat az önkénteseinket, segítőket, hivatásos munkatársakat, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy ez az eszme, ez az elv meg tudjon valósulni. Nagy meglepetés érte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökét. Baracsi Endre évek óta segíti a Vöröskereszt munkáját, véradásokat szervez, és ő maga is rendszeres véradó. Hosszú-hosszú évek óta lényegében, amióta adhatok vért, én részt veszek az önkéntes véradásokon, folyamatosan figyelem azt, hogy akár internetes felületen is, hogy éppen hol van véradás, nézem azt, hogy mikor jár le az a egészségügyi határérték, ami után ismét el lehet menni vért adni. És nagyon örülök annak egyébként, hogy valóban, hogyha véradásra járva rengeteg emberrel ismerkedhetem meg, és rengeteg emberrel találkozhatom, mert ezzel az erősíti meg bennem is, hogy bizonyosan sokan akarnak és vesznek is részt ebben a gyönyörű feladatban. Új barátok és értékes kapcsolatrendszerek kialakítása, nemzetközi tapasztalatszerzés, és még számtalan érv az, amiért érdemes önkéntesnek lenni a Vöröskeresztnél, hangzott el a rendezvényen.
Fuss a fényben sport és családi napot szerveztek a Bácsi Gusztáv általános és készségfejlesztő iskolában. A rendezvény célja a fogyatékkal élők integrációja és az előítéletek enyhítése. Volt arcfestés, játszóház, kézműves foglalkozások, örömfutás és egyéb sportprogramok. Sport és családi napot szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat és a Központ Ifjúsági Egyesület. A rendezvény hagyományteremtő céllal indult Nyíregyházán 8 éve, de Budapesten előtte már több éve megrendezték. Idén a nyíregyházi Bácsi Gusztáv általános és készségfejlesztő iskola adott otthont a rendezvénynek. A Fuss a fényben sport és családi nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra a fontos ügyre, amit úgy hívunk, hogy integráció. Hiszünk abban, és fiataljainkkal is azon dolgozunk, hogy az itt tanuló diákok, fogyatékkal élő diákok találkozzanak nem fogyatékkal élő társaikkal, töltsenek el együtt egy sportos, mozgalmas, nagyon tartalmas, szép családi napot. Az eseményen volt színpadi műsor, arcfestés, sport és kézműves programok, valamint egy nemes üzenettel rendelkező örömfutás is. Az örömfutás lényegét tekintve, ahogy a nevében is benne van egy futás, amely attól válik örömfutássá, hogy nem a verseny, nem a versengés, nem a megtett táv a cél, hanem az, hogy együtt. Együtt, kézen fogva, együtt futva, fogyatékkal élő és nem fogyatékkal élő, közösen teszi meg a távot, együtt, és ez a legfontosabb célja is, hogy együtt teszik meg ezt a távot, az összefogást, az integrációt szimbolizálja. A Bácsi iskola mellett a Ridenc diákjai is megjelentek. A rendezvényt közel 50 önkéntes és civil szervezet segítette. A Bringa Piknik kerékpáros túra miatt május 12-én szombaton 10 órától 10 óra 30-ig felpályás útlezárások lesznek Nyíregyházán a Bethlen Gábor utcától a Mező utcán keresztül, a Tokaji úti MOL benzinkútig a Sirály utcáig. A gépkocsi vezetők megnövekedett kerékpáros forgalomra számíthatnak 10 és 13 óra között a 38-as számú főúton Nyíregyházától Tokaig. Hét arany, 11 ezüst és 13 bronzérmet szereztek az újfehértói Kempó HSE versenyzői a budapesti világbajnokságon. Az összetett versenyt Magyarország nyerte. A három arannyal és egy bronzéremmel záró újfehértói Szabó Tibor Benedeket pedig a világbajnokság legjobb versenyzőjének választották meg a szakemberek. Minden idők legnépesebb mezőnye több mint 600 versenyző mért össze tudását a budapesti 15. IKF Kempó világbajnokságon. Négy tatamin kata, fegyveres kata, szinkron kata, önvédelem, submission, semi-kempó, knockdown, kempó kumite, full kempó és kempó MMA szabályrendszerekben versenytek egymással a résztvevő 5 kontinens legjobbjai. Magyarországot közel 140-en képviselték, és az egyéniben szerzett 62 arany, 77 ezüst és 82 bronzérem egyben az összetett pontverseny elsőségét is jelentett a házigazdák számára. Az újfehértói Kempó harcművészeti ese 11 versenyzővel lépett küzdőtérre a VB-n, ők összesen 7 arany, 11 ezüst és 13 bronzéremmel járultak hozzá a sikerhez. Én rendkívül büszke vagyok személy szerint is a fiúkra. Volt szerencsém részt venni Budapesten a megnyitón, az egy nagy szabású ünnepség volt, és jó volt hallani annyiszor újfehértónak a nevét, ahány érmet átadtak, és épp elmondtam itt a köszöntő beszédemben, hogy az elmúlt hónapban újfehértó felkerült a világhálóra ebből a szempontból is, és ez mindenféleképpen a város számára egy nagyon fontos előrelépés, és én abban is biztos vagyok, hogy újfehértó jó néhány évig nem lesz gondja az utánpótlással a Kempó csapatunknak. Szabó Tibor elmondta, nem csak Újfehértóról, hanem a környező településekről is érkeznek a Kempó iránt érdeklődők az edzőterembe. A megyébe csak mi vagyunk kempósok, de szoktak is jelentkezni, most is vannak nem csak újfehértóiak, vannak a környező Kálmánházáról is vannak, Nyíregyházáról is vannak versenyzők, vagy ugye nem mindenki akar versenyezni, ugye van, aki csak a edzés szépségéért jön át, hogy megtanuljon ezt, azt tőlünk, és egy héten háromszoron edzés, hétfő, szerda, péntek. A világbajnokság legjobb versenyzőjének Szabó Tibor Benedeket választották meg a szakemberek. A fiatalember megvitte 3 tavaly szerzett aranyérmét, és emellett még egy bronzérem is került a nyakába. Éveken át készülünk ugye minden versenyre egyre jobban. Nagyon jól sikerült, 3 aranyéremmel és egy bronzéremmel zártam ezt a versenyt. Aranyérem
semi-kempó, full-kempó és submission versenyszámokban és bronzérem önvédelem versenyszámban. Szabó Tibor Benedeken kívül az új fejétújjak közül még Fazekas Marcell, Kriston Csaba, Tóth Sándor és Papp Boris állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A VB-n döntés született arról is, hogy a jövő évi világbajnokságnak a spanyolországi Guadalajara ad majd otthont. Hazai környezetben száll harcba bajnoki címe megvédésért szombaton a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A felsőházi rájátszás záró körének a Vasvári Gimnázium tornacsarnoka ad otthont. Az Erdősné Balog Erika által irányított együttes a Vác, a Kikinda és a Tatabánya csapataival méri összetudását. A Magyar Kupát már megszerezte ebben az esztendőben a Nyíregyházi együttes, a bajnoki aranyéremért azonban még harcolnia kell Erdősné Balog Erika csapatának. Az alapszakaszban elszenvedett két vereségnek köszönhetően nem a legjobb pozícióból kezdte a rájátszást a címvédő, a kikindai tornán azonban Vitéz Gáborék bejelentették igényüket az aranyéremre. Kikindán volt az első forduló, az első négy csapat. Ott Vác csapata nem tudott eljönni, tehát az mindenki győzött ellenük. De a többi meccsünket is megnyertük 3-0-ra, ez biztató előjel volt. Nagyon kiélezett a küzdelem, mert ugye az alapszakaszban két vereséget szenvedtünk munkahelyi hiányzások miatt, sajnos nem úgy sikerült az alapszakasz, és most idén visszük magunkkal az eredményeinket, tehát minden most fog eldőlni. Nekünk mindenféleképpen nyernünk kell, mindenkit meg kell vernünk, illetve reméljük, hogy aki kinda még azon kívül szettet is veszíthet, és akkor lehet, hogy pontok fognak dönteni a bajnoki cím sorsáról. A második, egyben záró fordulót a Vasvári Gimnázium tornacsarnokában rendezik szombaton. Az edzőnő reményei szerint a lelátóról is érkezik majd segítség a csapatnak. Úgy gondolom, hogy a fiúk, lányok elég motiváltak a hazai pályától függetlenül is, de én bízom abban, hogy jó pár röplabda, ülő röplabda barát ki tud látogatni és megnézi a mérkőzéseket. Gyakorlatilag Kovács Gábor munkahelyi elfoglaltság miatt ő már ebbe a fél évben nem tudott velünk dolgozni, ő nem lesz, azon kívül mind a 11 játékos hadba vethető. A szombati nap programja 9:30-kor a Nyíregyháza Vác mérkőzéssel indul. Másodikként a Kikindával, harmadikként pedig a záró találkozón a Tatabányával mérkőzik meg a bajnoki címvédő. Lucsánszki Tamás helyett Bozsik József irányítja vasárnap a Cegléd ellen a Nyíregyháza Spartakuszt. A korábbi vezetőedző mellett Szűcs Mihály sportigazgatóval, Farkas Attila másodedzővel és Nagy Gábor kapusedzővel is szerződés bontott csütörtökön a klub. A másik megyebeli együttes, a Kisvárda Putnokon a Kazinc Barcika ellen lép pályára, és győzelme esetén Kondás Elemér együttese feljut az NB1-be. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Közel 3700 gyermek született tavaly a József András oktatókórházban. Ez a magas szám a fejlett kórházi eszközök használatán túl az intézményben dolgozók szakmai felkészültségének is köszönhető, hiszen a szülők megbíznak a kórházban. Még mindig több mint 3 milliárd forintnyi összeget veszíthetnek el azok a hazai munkavállalók, akik május végéig nem használják fel a Széchenyi pihenőkártyákra kapott juttatásaikat. A kártyakibocsátók folyamatosan figyelmeztetnek a közelgő határidőre. A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold világnapját 186 országban ünneplik májusban. Idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezvénynek Vásáros Namény adott otthont, ahol a világnap alkalmából megköszönték a szervezet tagjainak munkáját. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 11-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Folytatódik a nyáriasan meleg, változékony időjárás. A Kárpát-medence nagy részén még labilis rétegződésű lesz felettünk a légkör. Az előttünk álló éjszaka erőteljes gomoly felhőképződés várható, szorványosan zápor, zivatar is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben gomoly felhős napos időre számíthatunk. Főleg a körzet nyugati vidékein helyenként előfordulhat záporeső, zivatar. Az északkeleti szél időnként megélénkül, de zivatar környékén átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap hazánk északkeleti felén kevés felhő várható, máshol a napsütés mellett több lesz a felhő, és szorványosan zápor, zivatar is előfordulhat. Hétfőn még főleg a nyugati, illetve a déli tájakon hullhat csapadék. A következő napokban országszerte erősen felhős idő lesz a jellemző, és többfelé számítani kell esőre, záporesőre, néhol zivatar is kialakulhat. A minimum hőmérséklet lényegesen nem változik, ugyanakkor átmenetileg több fokkal gyengül a nappali felmelegedés.